Csoportos és egyéni produkciók, színdarabok, bábjátékok és mazsorett. Szinte minden színpadi műfajban készültek műsorral a Vaszaris diákok, azért, hogy a gála mottójának megfelelően megmutassák, milyenek is ők valójában. Most csak a páros osztályok léptek színpadra, de így is két felvonásra volt szükség, hogy mindenki sorra kerüljön. Nagyon ügyes gyerekek járnak hozzánk, okosak, ügyesek, és ezt szeretnék a ma délutánon megmutatni a nézőközönségnek. Ez a gálánk 20 éve indult, 1996-ban rendeztük először, még Tölgyesi József igazgató úr vezetésével, és azóta két évente, évente mindig megmutatják a gyerekek, hogy mit tudnak. Volt, aki szívesebben táncolt, tehát táncoszenés műsort ad elő, van, aki a saját versét adja el, és nagyon büszkék vagyunk rá. Vannak, akik színdarabot adnak elő, báboznak, tehát nagyon sokoldalú a műsor, sokoldalúak a gyerekek, csellón, zongorán adnak elő darabokat, tehát nagyon sokoldalúak, és minden oldalról szeretnék megmutatni magukat. Ahogy észreveszik a tehetséget, mindenki megpróbálja kiaknázni ezt, és megmutatni, és a közönségnek, megmutatni a szülőknek, hogy mi az, amit tudnak ezek a gyerekek, és igenis nagyon sok tehetséges diákunk van, akinek nem csak tanulásban, hanem akár színjátszókörön is nagyon ügyesen szerepel. A tanév kezdetétől alakuló produkciókat ilyen nagy közönség előtt még nem adták elő a gyerekek, sőt, sokan a színpadon is most jártak először. Vannak produkciók, amiket később kezdtek el gyakorolni. Hát nyilván az énekeket, a verseket, a nagyobb darabok azok, amelyek szeptember óta készülnek. Szeretik a gyerekek, szeretik a szülők, bemutathatják, hogy mi az, amit tudnak, mi az, amire felkészültek, akár szeptember óta, vagy akár a második fél évben. Hihetetlen nagy feladat, mert egyrészt a gyerekeknek borzasztó sok az elfoglaltságuk, nekünk úgy szintén, aztán hát nem is biztos, hogy mindenkinek tetszik az, amelyiket az osztályfőnök vagy a betanító tanár meg akar mutatni, aztán nyilvánvalóan ők választanak, és aztán kettő valahogy konszenzusra jutnak. A nézőközönség minden jelenetet vastapsal jutalmazott, a délutánt a Valahol Európában című musical egyik részletével zárták a tanulók.